Tiszaburán állomásoztak a népegészségügy szűrőbuszai. A szűrőprogram fontosságáról az országos tisztifőorvos a helyszínen beszélt, szavait pedig megerősítette, hogy a minap az egyik jármű segítségével sikerült megelőzni egy tragédiát. Nagy érdeklődés övezte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőbuszainak szolgáltatásait Tiszaburán. A községben szerdán és csütörtökön volt lehetőség kivizsgálást kérni az országos Helybe visszük a szűrővizsgálatot programon belül. Az első napon 127-en kértek analízist. A megelőzés fontosságáról a helyszínen beszélt az országos tisztifőorvos. Dr. Müller Cecília elmondta, égető probléma a világban a nem fertőző krónikus betegségek magas száma. Az egészségügyi világszervezet 10 olyan egészségi problémát sorolt fel, ami nagyon égető a világban, és tulajdonképpen a nem fertőző betegségek közül a daganatos megbetegedéseket a második helyre sorolta. Tehát az egész világon mindenki küzd ezzel a betegséggel. Sajnos nem lógunk ki ebből a sorból mi magyarok sem, míg a világon azt jegyzik, hogy körülbelül évente 10 millióan halnak meg daganatos megbetegedésben. Hát ez egy magyarországnyi lakosság. Magyarországon ez a szám körülbelül 33 ezer. Hogyha belegondolunk, ez is egy kisebb település. Jász-Nagykun-Szolnok megyében megnéztük az adatokat, és ez egy 1500 főt jelent körülbelül. Hogyha Tiszapura lakosságát tekintjük, akkor körülbelül a fele. Azért említem ezeket az arányokat, hogy egyáltalán el tudjuk képzelni, hogy milyen nagy terhe van ezeknek a betegségeknek. És hogyha belegondolunk abba, hogy nem csak azt érinti, aki éppen szenved a betegségben, hanem közvetlenül a családját, a gyerekeit, nem tud dolgozni, egy csomó olyan vonzata van ezeknek a betegségeknek, amik megrövidítik az életünket, és főképpen megnehezítik. Most már a mai világban és a mai népegészségügyi feladatok között elsősorban nem az a dolgunk, és nem csak az a dolgunk, hogy megpróbáljuk meghosszabbítani az életet, hogy a születéskor várható élettartam az magasabb legyen, hanem az egészségben eltöltött életévek számát próbáljuk meg növelni és megcélozni. Dr. Andréka Péter, Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója arról beszélt, a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése már az anyamében el kell, hogy kezdődjön. A szív- és érrendszeri megelőzés, azt tudjuk, hogy már ők is idősek hozzá, hát igazából már az anyamében el kell kezdenünk, amikor is az édesanyát már arra az életmódra vezetjük rá és szoktatjuk rá, amit majd ő a gyerekeknek meg fog tanítani, hogy a szív- és érrendszeri halálozást azt a lehető legjobban sikerüljön leszorítani, mert ahogy tisztifőorvos asszony is elmondta, sajnos mi vezető helyen állunk ezen a területen, és hát ez egy hatalmas fontossága ennek a szűrőprogramnak, ami igazából ugyan szűrőprogramként hangzott el, de nem igazi szűrőprogram. Mert nagy jelentősége az, hogy ugyan szűrést végzünk, tehát magukat egészségeseknek gondolt embereket vizsgálunk, és kiszűrjük azokat, akik inkább már magas kockázatúak, vagy talán már betegek. És a szűrőbuszon ott van a kardiológus szakorvos is, aki azonnal megnézi őket, és tovább történik az ő kezelésük, ahogy a tegnapi esetben történt a területi szolnoki kórházban, most már tovább viszik az ő kezelését. És ennek a programnak a másik hatalmas jelentősége, hogy senki, akit kiszűrünk, az nem veszhet el, tovább folytatódik az egészségügyi rendszerben az ő kezelés. Farkas László, Tiszabura polgármestere megköszönte a szűrőprogramot. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon minden embernek a legfontosabb kincs az egészsége, az pedig, hogy a magyarországi cigányságnak a várható életkora legalább 15 évvel kevesebb, mint a nem roma társaiké. Ez mindenképpen indokolja egy Tiszabura településen, ahol háromnegyed részben roma emberek élnek, ilyen programok megvalósítását. Nagyon köszönjük a Népegészségügyi Központnak és minden szervezőnek, hogy ezek a buszok két napig itt lehetnek Tiszaburán, hiszen a szív- és érrendszeri vizsgálattól, a nőgyógyászati vizsgálaton át, egészen az állapot, általános állapot felmérésig nagyon sok mindent tudnak ma itt szűrni, és a későbbiekben
ezeket a jelzéseket utána tovább tudják vinni az egészségügyi ellátórendszerben. Azt gondolom, hogy azok a dolgozók, akik Tiszaburán is az egészségügyben tesznek, hál' Istennek házi orvosunk is, védőnünk is van, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy az embereknek az egészsége megmaradhasson és meggyógyulhassanak, ezért el is ismertük az ő munkájukat, évtizedes munkájukat, amit a tiszaburai emberekért tesznek. Az egészségügyi szűrőprogram fontosságát jelzi, hogy mint a felszólalók jelezték, szerdán egy rosszul létre panaszkodó tiszaburai lakos is kivizsgáltatta magát az egyik szűrőbuszon. Kiderült, panaszait szívinfarktus okozta, amelyet így még éppen időben észleltek. Az illető azóta sikeres életmentő műtéten van túl. Kis településeken általában az itt élő lakosság sokkal nehezebben jut el a nagyvárosi egészségügyi intézményekbe, kórházakba. Már csak akkor mennek, amikor már a mentő viszi őket, vagy nagy a baj. És 15 évvel ezelőtt a Jászenkun-Szolnok megyei önkormányzat is elindított egy ehhez hasonló szűrőprogramot a Hetényi Géza kórház orvosaival, és már akkor láttuk, hogy nagyon fontos, hiszen a szűrőprogramokban olyan akut betegségeket, olyan problémákat fedeznek fel az orvosok már abban az időszakban, amikor könnyen kezelhető ez a betegség, hogy életeket, hosszú egészséges életeket tudunk megmenteni. Én azt gondolom, hogy minden egyes szűrés, akár nőgyógyászati, akár daganat, akár kardiológiai szűrés mindenképpen hasznos dolog, hiszen az egészségünkre így tudunk vigyázni.